új közös képzések, programok, fejlesztések indítása. Ezek a legfontosabb pontjai annak a megállapodásnak, amelyet a Kodolányi János Egyetem a Nemzetközi Közszolgálati Egyetemmel írt alá kedden a Vármegyeházán. Tanárki Gábor főispán úgy fogalmazott, a Kodolányi János Egyetem egy magánegyetem, a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem pedig állami fenntartásban működik, így a két iskola együttműködése igazán gyümölcsöző és előremutató lehet a jövőre nézve. Azt tartalmazza, hogy gyakorlatilag a két felsőoktatási intézmény jövőben a programjait összehangolja, a képzéseit összehangolja, a szakemberek képzéseit összehangolja, és ennek az az eredménye, hogy egymás előnyeit felhasználva, egymás tudását felhasználva, egymást támogatva minél színvonalasabb képzést tudnak nyújtani az oktatás területén, és így minél ütőképesebb, minél jobban képzett hallgatókat tudnak kibocsátani a munkaerőpiacra. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektora kiemelte, a két intézmény együttműködése elsősorban tudományos rendezvények, konferenciák, publikációk tekintetében fog megvalósulni. Másrészt vannak olyan konkrét szakjaink, illetve tervezett szakjaink, ahol egy nagyon erőteljes együttműködés várható a két intézmény között. Ide tartozik a nemzetközi kapcsolatok szak, ide tartozik a történelem szak, de hadd mondjam el, hogy az óvodapedagógus képzésünk, amely most kerül akkreditáció alá, az is hasonlít ahhoz a törekvéshez, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is megfogalmaz, hiszen egy új kar alapul azon az egyetemen, és létrejön a pedagógus képzés. Ebbe a pedagógus képzési folyamatba szeretne a Kodolányi János Egyetembe kapcsolódni. Kovács László vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektor helyettese elmondta, a két egyetem közös portfóliója a nemzetközi tanulmányok, a kommunikáció és kiemelten a történelem területére terjed ki. Ezek azok a szakok, amelyeken a leggyorsabban elindulhat az együttműködés. Közszolgálati Egyetem számára kiemelt fontosságú, hogy ne csak a nemzetközi kapcsolatainkat, hanem a hazai tudományos és oktatási kapcsolatainkat is erősítsük, növeljük. Kiemelt jelentőségű a Kodolányi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás, hiszen olyan szakokat indítottunk, amelyek több évtizedes múltra tekintetnek vissza a Kodolányi Egyetemen. Itt a tapasztalatcsere nem elsősorban csak az oktatás, hanem a tudományos kutatások vonalán is megjelenik, hiszen tudomány nélkül nincs oktatás, és oktatás nélkül nincs tudomány. Az együttműködés megállapodás részeként a Kodolányi János Egyetemen várhatóan augusztusban indul el a történelem és a kommunikáció mesterszak, amelyre pótfelvételi eljárásban lehet jelentkezni.